Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztését zárta a sokak által csak csokisuliként ismert oktatási intézmény. Az iskolában jelenleg mintegy 1200 diák tanul az elsőtől egészen a 12. évfolyamig 43 osztályban. A tanulást segítő terek infrastruktúrális fejlesztésére közel 150 millió forintos EFOP-os támogatást nyert az intézmény. Alapvetően épület, infrastruktúra, eszköz és felszerelés fejlesztés foglalja ez magában. Ezen belül épület, energetika, villamos hálózat fejlesztése, szaktantermek fejlesztése, hagyományos tantermek bútorzatának a cseréjét és sportlétesítményeknek a fejlesztését jelenti. Jelesül műfüves pályát, műgumiborítású pályát és gumiborítás ellenállított futópályát is magában foglal ez a projekt. Ez a futópálya 300 méter hosszú, és a műfűves pálya körül kapott helyet. A leglátványosabb változáson a kémia terem esett át. Itt az összes padot, széket és asztalt lecserélték, így a terem a korábbihoz képest teljesen új felszerelés együttest kapott. Kellene még sok mindent fejleszteni, tehát nyilván sokkal több pénzt is el tudunk volna költeni. Tehát én úgy fogalmazom ezt meg, hogy részlegesen megújult az ötvös gyakorlóiskola, de hát vannak még itt, különösen ugye a harmadik emeleti részen olyan tantárgyak, illetve szaktantermek, amelyeknek szintén a felújítását tervezzük. És hát a épületenergetikai fejlesztés keretében az északi homlokfal kapott egy szigetelése, egy bekötött új, ugyancsak egyébként egy csoki szint jelentő, vagy árnyalatot jelentő festést, és hát szeretnénk ezt az épület egészét tekintve majd megvalósítani, illetve teljesíteni. Az elmúlt évek fejlesztéseit az iskola önerőből valósította meg. Hosszú idő óta ez volt a legnagyobb támogatás segítségével megvalósult beruházás.